Sziasztok! Itt vagyunk a Buszkaptató képzésen, a hétvége témája az élelmiszer. Szeretném most nektek megmutatni portáltársunk Szalmó nagy találmányát, a vészesetikásának, illetve ennek egyik variációjának az elkészítési módját. Az alapja zabpehely. A zab azért jó, mert hosszan felszívódó szénhidrát, tehát egész délelőtre fogja adni az energiát. Kell hozzá sajtszószpor, kell hozzá sajtpor, pirított hagyma, illetve én ennek a gombás variációnak szárított júdásfüle gombát használok, és kell hozzá egy pici leveskocka, illetve ebből is csak egy kevés. A gomba én azért szeretem, mert szárított variációban is nagyon magas fehérje tartalma van, tehát így a szénhidrát mellett a fehérjét is be tudjuk vinni a szervezetbe. Most pedig állítsunk össze egy adagot belőle. Úgy szoktam csinálni, szabpehelyből olyan jó fél csésze, majdnem kétharmad csészét kimérek, dobozba teszem, hogy össze tudjam elegyíteni az összetevőket, aztán pedig majd zacskóba fogom az egészet tölteni. Teszek hozzá pirított hagymát, kettő kanállal, sajtszószpor, ebből egy púpos kanállal, sajtpor, ebből szintén egy kanállal, szárított gomba. Egy kicsit én ezt előre már megtöltem, hogy minél kisebb legyen. Persze nem baj, ha maradnak benne nagyobb darabok. Végül is mégiscsak egy másfajta érzés ebben a kásában nagyobb darab ételek. Három kanál gomba. Majd pedig egy egyszerű húsleves kockának az egy negyed részét morzsolom bele. Jó, ezt szépen az egészet összekeverem. Hogy nagyjából homogén legyen. És aztán egy önzáró zacskóba az egészet beletöltöm. Azt javaslom, hogyha több adagot is akartok csinálni, mindenképpen egyesével csináljátok meg az adagokat, tehát ne szorozzátok fel a hozzávalókat, mert korán sem biztos, hogy minden alkotó részből ugyanannyi fog jutni minden zacskóba, és egy egynemű homogén anyagot fogtok kapni. Ennyi a vészesetikásának az elkészítése. Láthatjátok, egy ekkora adag jön ki belőle. Hozzávetőlegesen 10-12 deka maximum. Tehát ebből akár többet is be tudtok pakolni a hátizsákba. És egy nagyon remek reggeli, ami finom is, és egész napra adja az energiát. A főzését Papica videójában már láthattátok, de vizet kell forralni 5-7 percig, főzni benne utána ezt a kását, tűzről levenni, még 5 percig pihentetni, és utána lehet enni. Ezt akár gombás, ezt a gombás változatot, akár csirkehúsost, akár marhahúsost, természetesen szárítottat,
el lehet készíteni, de akár édes variációt, tejpóra, kakaóval, kinek milyen az ízlése. Nagyon finom, nagyon tápláló, próbáljátok ki. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!